szeretnék az oltásról is néhány objektív tényt említeni önöknek. Tény az oltásokkal kapcsolatban, hogy azokat a szerződéseket, amelyeket például az Európai Unió kötött a vakcinagyártókkal, azokat nem ismerhetjük. Az is tény, hogy sem a gyártók, sem a kormány, sem az oltó orvos a vakcinák oltások következményeiért nem vállal felelősséget. Az is tény, hogy ezekkel az oltásokkal kapcsolatban hosszú távú tapasztalata senkinek nincs. Az is tény, hogy amit egy évvel ezelőtt akár a mellékhatásokról, akár a védelem időtartamáról mondtak, például Merkeli Béla mondott, az nem igaz. Az is tény, hogy nem tudják megmondani, hogy ez ellen a legújabb variáns ellen, amely néhány napja bukkant fel a világban, ezek az oltások védenek-e egyáltalán, maguk a vakcina gyártók sem tudják. De ha mindezen tények ellenére valaki saját jogán úgy dönt, hogy ő nem szeretne élni az oltás lehetőségével, azt ne nézzék már gyíkembernek. Ezek nagyon nyomós érvek. Ezek olyan konkrét, felelősség teljes gondolkodás követően megfontolás tárgyát képező tények, amelyek után juthat valaki arra a következtetésre, hogy ő nem oltatja be magát ezzel, hanem más módjait keresi meg a védekezésnek. És mindezen tények ellenére az összes magyar politikus, a mi hazánkat leszámítva, arra biztat, hogy oltassák be magukat az emberek. Orbán Viktor, Dobrev Klára, Márki-Zay Péter, Jakab Péter, Karácsony Gergely, mindenki arról beszél, hogy oltassák be magukat az emberek, sőt a Momentumnak olyan képviselőjelöltje is van, aki egy-egybe kötelezővé tenni az oltást, ahogyan erről egyébként Márki-Zay Péter is beszélt egy korábbi interjúban, hogy ő azt is el tudná fogadni, hogy nem csak a munkáltató tehetné kötelezővé az oltást, hanem úgy alapból mindenkinek kötelező lenne.